És akkor jön egy kis gazdasági kisokos önöknek is, hogyha tehetik, és van mondjuk megtakarításra szánt pénzük, akkor ezt lehet fektetni állampapírba. Ez az elmúlt időszakban nagyon jövedelmező volt, hogy ez a továbbiakban is így lesz-e, már is megtudjuk Borbétó Zsuzsától, hitelszakértőtől. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, sziasztok! Van ugyebár némi változás most pont az állampapírpiacon. Lehet-e még állampapírba fektetni, érdemes állampapírba fektetni, illetve melyikbe a legérdemesebb jelen pillanatban? Igen, főként az utóbbi pár évben nagy népszerűségnek örvend az állampapír, abból adódóan, hogy a magyar állam a kiemelkedő hozamokat biztosít állampapírokban, különösen a prémium magyar állampapírban, és emiatt olyan rétegek is ebbe az irányba fordultak, akik talán korábban kevésbé. Gondolok arra, hogy az ingatlan piacon ilyen 5-6%-os hozamok elérhetők, és azzal szemben egy közel háromszoros hozammal elérhetőek az állampapírok. És most, ahogy csökken az infláció, ugyan kismértékben az újonnan elérhető papírok hozama augusztustól kezdődően csökkent, de talán ez még mindig egy vonzó lehetőség. Most a legújabb prémium magyar állampapírnak az erre az évre esedékes hozama 14,75%, és a következő évre pedig az infláció, az ez évi átlag infláció plusz 0,25%. Ami változott, hogy korábban 5-7 éves futamidőre voltak elérhetőek a papírok, itt most hosszabbodott, ez egy 9 éves futamidejű papír. Tehát valamelyest, ahogy az infláció csökken, csökken a hozama, de még ebben mindig érdemes gondolkodni. Említett, hogy nagyon sokan gondolkodtak ebben az elmúlt időszakban. Ez mit jelent mondjuk a magyar lakosság tekintetében? Lehet-e egy ilyen hozzávetőleges számot mondani? Hát közel 5000 milliárdnyi megtakarítás ment magánszemélyektől, kisbefektetőktől állampapírba, és ebben az az érdekes, hogy ugye évtizedek óta velünk vannak az állampapírok, és korábban ez a biztos, kiszámítható, de alacsony hozam volt a jellemző, és most az elmúlt egy-két évben látjuk azt, hogy kiemelkedő a hozam, és éppen ezért, ahogy említettem, olyan rétegek is ebbe az irányba fordultak, akik eddig kevésbé. Tehát ugye az ingatlan befektetések egy része, az látjuk, hogy ebbe az irányba fordult. Most ez a 16 jövőre az infláció plusz 1 vagy infláció plusz 1,5%-os papírok esetében egy bizony akár ilyen 19%-os hozam is elérhető, tehát ez már akár a befektetési alapok tőzsdei megtakarításokkal is vetekszik, de azért azt látni kell, hogy itt a következő 1-2 évet látjuk kiszámíthatónak, és ami egyébként egy nagyon érdekes, és talán üdvözítő folyamat, vagy edukációs szempontból is érdekes, hogy akiknek korábban nem volt megtakarítása, most azok is belekóstolhatnak, és akár egy pár millió forintos megtakarítással megtapasztalható az, hogy az elérhető hozam akár egy ilyen 13.-14. havi fizetésnek megfelel. Tehát valóban ebben érdemes gondolkodni, de ahogy mondani szoktuk, nem szabad mindent egy lapra feltenni, vagy a régiek mondása szerint ne tegyünk minden tojást egy kosárba, vagy diverzifikáljuk a portfóliót. Tehát igazából az állampapírok egy ilyen 3-5-7 éves futamidejű megtakarítások esetében nyújtanak egy megoldást. És ami még jó ezekben az állampapírokban, hogy tulajdonképpen bármikor hozzá lehet nyúlni, és az ember akár ki is vehet, és már addig is kamatozott például. Ez egészen pontosan hogy néz ki? Valóban van egy likviditási lehetőség, tehát idő előtt, a megtakarítási idő előtt eladható az állampapír, és itt van egy visszaváltási jutalék, ami most jelenleg nagyon kedvező. 1% a visszaváltási jutalék, de azt tudni kell, hogy ez a kiírásban is szerepel, hogy módosítható, tehát előfordulhat, korábban volt 2-3%-os visszaváltási jutalék, ezzel számolnia kell a befektetőknek, hogy ez akár változhat is. Ja, és állampapírokon belül is érdemes akár különböző állampapírokat vásárolni. Tehát van ugye a prémium, amit mondott, de hogy nem csak prémium van jelen pillanatban a piacon. Valóban kincstárjegyek is elérhetőek, bónuszkincstárjegy, ezek eltérő hozamokkal, tehát itt már érdemes tanulmányozni. Nagyon nem mindegy, hogy fél évre, egy évre fektet be valaki, vagy hosszabb időre. Most ugye sokan gondolkodnak úgy a prémium állampapírban, hogy megveszem most, két év múlva eladom, 1%-os visszaváltási jutalékért, így erre mondtam, hogy ez vagy 1% lesz, vagy nem. Hogyha az ember
nem csak állampapírt venne, mert ugye, ahogyan említette, azért próbáljunk meg diverzifikálni, akkor még mit javasolna jelen pillanatban? Hát ugye az állampapírnak az az előnye, hogy biztonságos, kiszámítható és rövid távra is előnyös, illetve a kormányzat is ösztönzi az állampapír megtakarításokat, hiszen az államadósság finanszírozására fordítja, éppen ezért kamatadómentes és most júliustól bevezetett szociális hozzájárulási adómentes is. Egyéb alternatívák ugye mindig vannak. Ahogy említettem, jelenleg az ingatlan befektetések hozama lehet, hogy valamivel alacsonyabb, de aki hosszú távra gondolkodik, már pedig ingatlan befektetésben hosszú távra érdemes gondolkodni, ott majd a következő pár évben ez újra érdekes lehet. A kisbefektetőknek mindig elérhetőek befektetési alapok, ETF-ek, de ebben már érdemes tanulmányozni. Ténylegesen aki mondjuk lakásra gyújt, az óvatosan gondolkodjon előre, tehát tőzsdei befektetésbe, hogyha 3-5 éven belül lakást szeretne vásárolni, kevésbé érdemes a megtakarításait fordítani. Aki a tőzsdei befektetés vagy komolyabb értékpapír befektetésekben gondolkodik, azoknak hosszabb futamidőt érdemes szem előtt tartani, akár ilyen 8-10 vagy hosszabb futamidő esetén. Borbély Tóth Zsuzsa, köszönöm szépen. Én is köszönöm.